Ahogy minden évben idén, szeptember 27-én a turizmus világnapját ünnepeljük világszerte, az ENSZ turisztikai világszervezete, idei központi üzenete, turizmust mindenkinek, azaz biztosítjuk az utazás élményének egyetemes hozzáférését. Ebben a folyamatban az utazókat újszerű digitális megoldásokkal kiszolgáló startupoknak óriási a szerepük. Magyar Turisztikai Ügynökség és az IBM megállapodott abban, hogy a jövőben közös erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a turizmus versenyképessége az eddiginél is jobban növekedjen. Az együttműködés platformja a hashtag Hello Hungary. A turizmus versenyképességének erősítése céljából együttműködés jött létre a Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve az IBM között. Miért fontos ez az együttműködés? Mit tartalmaz ez pontosan? Ahhoz, hogy a magyarországi turizmus a mennyiségi szemléletről a minőségi teljesítményen álljon át, ehhez egy technológiai forradalom is kell. Le vagyunk maradva a virágból, az együttműködést azt célozza, hogy ebben előrelépjünk, jelentősen ne csak behozzuk, de meghaladjuk a nemzetközi versenytársaink teljesítményét ezen a téren. Milyen egyéb olyan kezdeményezések vannak annak céljából, hogy a versenyképességet még inkább tudjuk javítani? A Budapest brandet és a magyarországi brandet föl kell építeni, új desztinációkat kell megnyitni, jó hírünket kell vinni a világba, nemzetközi marketing kampányt kell indítani, és egyáltalán az egész turizmusnak a minőségre fordulását forrásokkal, tudással, kapacitással, új lehetőségekkel segíteni és ösztönözni kell. Sajtótájékoztatón bemutatták a hashtag Hello Hungary installációt is, amely egyfajta tájékozódás és élménymegosztási pontként szolgálja a városlakókat és a turistákat az Erzsébet téren. A fotózkodás mellett a turisták, illetve az érdeklődők különböző turisztikai információkhoz is hozzájuthatnak az érintőképernyő által. Az ingyenes wifi szolgáltatással pedig élményeiket akár azonnal megoszthatják.